Itt vagyunk a K2 nevű megalitkőnél, a Föld alatti piramis rendszerben, ami egyrészt azért különleges, mert 8 tonnás, tehát rendkívül nehéz. Ezt azért hozták létre, ezt emberi kéz alkotta, azért, hogy a földsugárzások negatív hatását semlegesítse, ugyanis itt alattunk föld alatti vízért található, és ilyen megalitokat helyeztek el ott, ahol át akarták programozni az energiákat. Ez egy elektromágneses teret hoz létre, tehát mi most itt egy elektromágneses térben tartózkodunk, ahol aminek az a különlegessége, hogy a negatívot pozitívvá fordítja. Ezért jó blokkoldásra, gyógyulásra, regenerálódásra. Ennek a területnek itt az a különlegessége, ami itt a tunnel nagy részére érvényes, hogy azt nézem, hogy ki van-e valahova írva, most hirtelen nem találom, de 7,83 század hertz itt a rezgés, igen, oda van kiírva, köszönöm, ami azért nagyon különleges, mert ez a Föld eredeti rezgése. Sajnos nem a jelenlegi, hanem az eredeti. Ez szükséges ahhoz, hogy rendben legyünk, egészségesek legyünk. Amikor megszületünk, ezen a rezgés számon vagyunk. Mondják, hogy a gyerekek még nagyon természetesek, mondják úgy is, hogy közel vannak Istenhez, az ő rezgésük még 7,83 század hertz. Ezt normál körülmények között otthon akkor érjük el, ha alszunk, ha imádkozunk. Nagyon sokat segít ennek a rezgéstartománynak az elérésében a fehér gyertya és a jó minőségű füstölő használata. Sajnos a jelenlegi rezgés 17-20 herc körül van a Földön, ami sokkal közelebb van az állandó stressz állapotához, mint az eredeti ősi természetes állapotunkhoz. Arra érdemes törekednünk, hogy minél többet tartózkodjunk 7,83 század herces rezgéstartományban, ebben nagyon-nagyon sokat segít a meditáció is. Ami a különlegessége még ennek a kőnek, hogy ez egy térkép is. Két nagy lepedés található rajta. Viszokónak és Boszniának két fontos folyója van, a Boszna és a Vojnica. Ez a nagy repedés, tökéletesen mintázza a Boszna folyót, a másik pedig a Vojnicát. Tökéletesen visszaadják ennek a két folyónak az alapját. Ezek között, az energiák között, ahol most vagyunk, az energiatestünk rendkívüli mértékben oldódik, és itt abszolút lehet érzékelni az ultrahangokat. Az emberek alapvetően nem érzékelik, de az állatok igen. És itt található még néhány leírás, hogy ez a kő egy vízfolyás fölött helyezkedik el, ami a különlegessége, még az, hogy a negatív ionok koncentrációja rendkívül magas, ami nagyon jót tesz az egészségünknek. Tehát a rezgéstartománya a 7,83 század hertz, ugye ez a Schumann rezonancia, a negatív ionok koncentrációja pedig nagyon-nagyon magas. Nagyon jól érzékelhető ennek a kőnek a rezgése. Sokan azért ülik itt körbe, hogy gyógyuljanak, regenerálódjanak, vagy a blokkjaik boldogjanak. Ha összedörzsöljük a kezünket, és fölé helyezzük, akkor lehet érzékelni az energiáját. Sokszor hideget vagy meleget éreznek. Remélem ez a pók nem akar rámászni a kezemre. És még bizselgést lehet érzékelni. Van, aki azt érzi, hogy taszítja el ez a kő, ugyanis rezgéseket, frekvenciákat bocsát ki magából, és ahogy kapcsolódunk vele, tisztulnak
az energiáink, tisztul az energiatestünk, érződik a légzésen az energiáknak a megváltozása. Úgyhogy ezt itt mindenképp érdemes kipróbálni. Nagyon jó megérinteni is. De ha fölé tesszük a kezünket, akkor rendkívül jól érzékelhető a hatása rajtunk.